Gyerekekkel telt meg az István király általános iskola aulája szombat délelőtt. Itt szervezték idén a Sakdiák Olimpia megyei döntőjét. 33 megyei iskola közel 200 tanulója vett részt a megmérettetésen. Mint a szervező szövetség főtitkára elmondta, nem véletlen, hogy ennyien érkeztek a megmérettetésre. Az utóbbi években reneszánszát éli a sakk. Egyre többen foglalkoznak versenyszerűen is a játékok királyával. Az utóbbi években felfutóban van, és egyre többen sakkoznak. A piramis is emelkedik, tehát nem csak az alsó korosztályok vannak nagyon sokan, hanem egyre többen vannak a felső tagozatosok, illetve a középiskolások is. Nem beszélve arról, hogy ebben az évben Magyarország rendezi a sakkolimpiát, ezért is fordul nagyobb figyelem a sakk felé. Fehérvári István hozzáteszi, sakkozni már egészen fiatal korban érdemes. Óvodáskorban el lehet kezdeni a játékot, mely elősegíti a gyerekek szellemi fejlődését és könnyebbé teszi a tanulást. Az István király általános iskolában épp ezért tanítanak már évek óta az úgynevezett sakkpalota módszerrel. A győzelemhez is hozzászokik, de sajnos a vereséghez is. Úgyhogy nagyon sok olyan a motivációt, a kreativitást, a logikát, a problémaérzékenységet, ez mind-mind fejleszti, és azért nem baj, hogyha ezzel rendelkeznek a gyerekek. A Sakdiák Olimpia megyei egyéni döntőjén 6 korcsoportban versengtek egymással a diákok. Az országos döntőbe az első 2 korcsoportban az első 3, míg a további 4 korcsoportból az első helyezettek juthattak tovább.